Aki magasra hág, az nagyot esik. Hát, ha nem akarsz magasra menni, akkor az csak azért van, mert nem tudod, hogy hogyan tudsz magasan maradni. Mert ugye az van, hogy amikor igazán magasra megy az ember, akkor ott új szabályok lépnek életbe, vagy az alapdolgok sokkal jobban fontosabbak, mint azok, amik korábban nem voltak annyira érthetőek, vagy előtérbe kerülőek, és ezért nem mer az ember menni. De hogyha mondjuk nézel egy űrhajót, akkor az nem esik nagyot, mert pontosan tudják, hogy hogyan működik. Vannak fizikai törvények, amiket, hogyha megértesz, vagy szellemi törvények, amiket, ha megértesz, akkor nem fogsz leesni soha, vagy úgy esel le, hogy nem lesz semmi bajod. Úgyhogy a kérdés az az, hogy az űrhajóba akarsz lenni, hogy a kisgyerek akarsz lenni a kerítés mellett. Úgyhogy ez a te döntésed. Én azt javaslom neked, hogy tanuld meg azt, amit csinálnod kell, értsél hozzá az, amit tanulnod kell, és nem fogsz leesni. Nekem 2009 óta hasonló a jövedelmem, és folyamatosan felfele megy. Egyszer nem esett le úgy annyira, hogy nagy bajom lett volna belőle, hiszen pontosan tudom, hogy hogyan működnek a dolgok. Hogyha te is megtanulod, akár a könyvemből, a szuperszonikus lezárásiból, vagy a VIP lezárási tréningből, akkor te is úgy tudsz járni, mint körülbelül egy olyan 6-7 ezer ügyfelem, akik most már sokkal-sokkal jobban adnak el, és nagyobb életszínvonalon élnek.